Nagyon jó napunk volt ma egyébként, bár 310 kilométert kellett menni, már az első 20 kilométeren sajnos elástuk magunkat az egyik dűnénél, ráadásul olyan rosszul állt az autó, hogy nem tudtuk felemelni, ráadásul amikor megpróbáltuk felemelni, akkor olyan mélyre benyomta a kiemelő lába azt a kis kockát, amin állni szokott az autó, hogy egyszerűen nem boldogultunk vele, úgyhogy elkezdtük kikotorni az autó alól a homokot, de a hegyről meg csak jött lefele, úgyhogy egyszerűen tragikus volt a helyzet. Több mint 20 percig kotortuk a homokot az autó alól, mi alatt a trepniket úgy alá tudtuk tenni, hogy utána hátrafele kijöttünk. Egyébként pedig egy élvezetes nap lett volna, hogyha nem lett volna még 2-3 ilyen esetünk. Sajnos a navigáció is ma nagyon nehéz volt. Két olyan waypointot kellett keresgélnünk, amit nem találtunk. Közben 2 olyat repült az autónk, hogy tényleg azt hittem, hogy na, itt a vége a versenyünknek, de mind a kétszer azért megúsztuk. A vége felé még egy-két dűnén sajnos megütöttük az autót, ezért most a fiúknak azért adtam egy kis feladatot. Ezt nem mondom, hogy nem voltam egy kicsit hibás benne, de ki kellett jönni, egyszerűen nem akartam ott éjszakázni a sivatagban, úgyhogy nyomtam a gázt, hát ha kijön, és kijött az autó. Itt vagyunk, és a lényeg, nyilvánvalóan minden sokkal szebb. Nem csinálnám még egyszer, azt hiszem. Tehát, hogy szép volt, jó volt, de köszi, ennyi. Nagyon elfáradtunk, az autónak is volt mindenféle nyűgje, ástunk is, figyelmeztető jelek is voltak, mert nagyon sokan beestek, mentőhelikopter is jött, úgyhogy észre kellett menni. De hát azt gondolom, hogy a csapatnak a stabilitását mutatja, hogy most is itt vagyunk, tartjuk az összetett helyünket, és van még egy nap. Én azt gondolom, hogy a holnapi napnak még azért lesz itt svungja. Aki előttünk van, talán 18 perc van előttünk. Szerintem meg fogjuk próbálni elkapni. Ez a 110 km sem lesz egyszerű. A dűne hátán. Ha nincs technikai problémánk és nem hibázzunk, akkor van értelme szaladni, mert előttünk még van értelme, mögöttünk meg már annyira vagynak, hogy esetleg valamit elrontunk, akkor is ki fogunk tudni jönni, remélem. Srácok a romokat takarítják a versenyautón. Remélem, hogy ilyen öntőképes autót kapunk reggel, mint amit eddig kaptunk, és elképesztően dolgoztak, és tényleg nagyon hálás vagyok nekik. És akkor megpróbáljuk elkapni ezt a 19. helyet, én azt gondolom.